Eleken vagyunk, a Békés megyei szlovák önkormányzat megbeszélésénk a tájékoztatóján. Annak idején, amikor megválasztottak, megígértem, hogy amennyiben lehetőségem lesz rá, minden megyei szlovák önkormányzat minden rendezvényén részt fogok venni. És különösen fontosnak tartom az ilyen széles körben összehívott tájékoztató beszélgetéseket, hiszen itt sok olyan kérdés felmerül, amit egyébként az ember nagyon nehezen találna meg. Ma itt tájékoztatást kaptak a helyiek a helyi települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok együttműködéséről. Fontosnak tartottuk, és meg is említette több beszélő azt, hogy a jövő évben népszámlálásra kerül sor Magyarországon. Ez nemzetiségi szempontból kiemelkedően fontos, hiszen a nemzetiségi önkormányzati választások kiírása szempontjából fontos az, hogy egy-egy településen hány ember vallotta magát nemzetiségének, mi esetünkben szlovák nemzetiségűnek. Amennyiben ez a szám nem éri el a 30-at, nem lesz kiírva a következő nemzetiségi választás. Úgy gondolom, hogy az ilyen rendezvények alkalmat nyújtanak tényleg sok kérdés felvetésére, ahogyan ez itt is történt, hiszen azért egy nagyobb város főjegyzője, címzetes főjegyzője tartott tájékoztatót arról, hogy hogyan is lehet együttműködni a települési önkormányzattal, azoknak a nemzetiségi önkormányzatoknak, amelyek adott településen működnek, illetve megemlítették azt is, hogy milyen programok várhatóak a megyében, illetve országosan szlovák rendezvényekként a 2020-as évben.